Megérkezett Afrikába Ferenc pápa, a Szentatya vasárnapig lesz a fekete kontinensen. Bombagyárosokat kaptak el a kommandósok, biztonságpolitikai szakemberek szerint nem hazánkban akartak robbantani. Jövőre lesz 90 éves II. Erzsébet királynő, de már most szervezik a tiszteletére adott rendezvényeket. Üdvözlöm Önöket, jöjjenek a részletek! Afrikába érkezett Ferenc pápa. A Szentatya gépen magyar idő szerint délután 3 órakor szállt le a kenyai nemzetközi repülőtéren, innen pedig a kíséretével a kenyai elnök rezidenciájára hajtott. Bár a katolikus egyházfőt figyelmeztették a terrorveszélyre, de Ferenc pápa nem ijedt meg. Afrikai látogatása alatt ugyanis végig a nyitott pápa mobillal közlekedik majd, és nem visel golyóálló mellényt sem. Megkezdte 11. nemzetközi apostoli utazását Ferenc pápa. A hatnapos út során elsőként Kenyába látogatott. Már délután megérkezett az ország fővárosába, Nairobiba, majd fogadta őt az ország vezetője az elnöki palotában. A Szentatya beszédében megköszönte a szeretetteljes fogadtatást, kiemelte, hogy Kenya fiatal és életerős nemzet, és fontos szerepet játszik a térség életében. Nagyon várja, hogy beszélhessen a fiatalokkal és bátorítsa őket, hiszen az ifjúság minden ország legértékesebb erőforrása. Ferenc pápa beszédében a természetvédelemről azt mondta, hogy nem lehet megújítani a természettel való kapcsolatunkat, ha magát, az emberiséget nem újítjuk meg. Megdicsérte a kenyai embereket, hogy nagyra értékelik az Istentől kapott kincseket, majd arra buzdította a jelenlevőket, hogy adják tovább ezeket a kincseket a következő nemzedékeknek. A Szentatya programja csütörtök reggel folytatódik, amikor is beszédet mond az apostoli nunciatúrán, majd 8 órától szentmisét mutat be a Nairobi Egyetem kampuszán. Az eseményeket élőben követhetik itt a Bonum TV műsorán. Új igazgatót nevezett ki Ferenc pápa a Vatikáni Bank élére. A korábbi igazgató helyettes tölti be ezentúl a tisztséget, ezt maga a Szentatya jelentette be, miután ellátogatott a Vatikáni Pénzintézet székhelyére. Gyerekek kérdéseire válaszolt Ferenc pápa, ezekből pedig könyvet adnak ki jövő márciusban. A kötet címe az lesz, hogy Kedves Ferenc pápa, szeretnék veled uzsonnázni. A könyv nem csak azért különleges, mert a világ minden részéről küldtek kérdéseket a gyerekek, hanem azért is, mert a kicsik kézzel írt levelei és a rajzaik is szerepelnek majd benne. A kötetben a barátságról, a túlvilágról és a családról kérdezik a gyerekek a Szentatyát, aki őszintén leírja a gondolatait. Azért, mert szerinte meg kell hallgatni és figyelni kell a gyerekeket, hiszen ők a jövőnk. A kötet egyszerre jelenik majd meg 26 országban, egyebek mellett az Egyesült Államokban, Olaszországban, Spanyolországban, Kínában és Indiában is. Arról még nincs hír, hogy a magyar boltokban kapható lesz-e. Bombalabort találtak hazánkban a terrorelhárítási központ kommandósai. A hétvégén egy házkutatás során bukkantak több kilónyi robbanóanyagra és csőbombára. Két csoportot, összesen 6 embert őrizetbe is vettek, de azt egyelőre nem árulják el, hogy terroristák-e az illetők. Biztonságpolitikai szakértők szerint nem azok, mert ha dzsihadisták lennének, már magasabb fokozatú terrorkészültség lenne az országban. Elképzelhető, hogy terroristákra csaptak le a TEK kommandósai. A terrorelhárítási központ munkatársai hétvégén kétszer is akcióztak. Pénteken egy autóban 2 embert fogtak el, mert éles lőfegyverek voltak náluk, szombaton pedig egy Budapest felé tartó gépkocsit állítottak meg, mert olyan információt kaptak, hogy bomba van az autóban. Tényleg volt, ezért az autó 4 utasát őrizetbe vették a kommandósok. Ráadásul később a házkutatás során egy bombalabort találtak. Több kilónyi robbanóanyagra, robbanószerrel töltött poroltó, óra csőbombára, valamint házi készítésű indítószerkezetre is bukkantak. Azt egyelőre vizsgálják, hogy a két esetnek köze van-e egymáshoz, és egyelőre arról sem adnak információt, hogy dzsihadistákat kaptak el. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerdán reggel egy rádióműsorban azt mondta, hogy szerinte biztosan nem terroristákról van szó, ha ugyanis az Iszlám Állam emberei lennének, akkor már magasabb fokozatú terrorkészültség lenne az országban. A szakember szerint az elfogott bűnözők valószínűleg megrendelésre gyárthatták a bombákat, és biztosan nem hazánkban akarták azokat felrobbantani.
módosítaná a büntető törvénykönyvet az MSZP. A javaslatuk szerint a jövőben büntetnék a terrorizmus népszerűsítését, a terrorista csoportba toborzást és a terrorista csoportban való részvételt is. Ezt mondta Harangozó Tamás és Molnár Zsolt a párt keddi sajtótájékoztatóján. A szigorításról szóló tervezetet nem csak a magyar parlamentnek, hanem az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak is előterjesztik majd. Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője szerint már most is szigorú a terrorizmussal kapcsolatban a BTK, vagyis a szocialisták már létező jó szabályokat akarnak újraírni. A Jobbik egyelőre nem reagált a szigorításra, viszont a párt elnöke Vona Gábor a terrortámadásokkal kapcsolatban már elmondta a véleményét. Szerinte a terrorcselekmények előre várhatóak voltak, ezért most az ENSZ-nek kell döntést hoznia arról, hogy az Iszlám Állam ellen hogyan kell mindenkinek fellépnie. Baleset biztosítással hálálja meg a véradók segítségét az Országos Vérellátó Szolgálat. A szervezet január 1-től speciális csoportos balesetbiztosítást köt mindenkire, aki idén vért adott. Ez 267 ezer embert jelent, vagyis ha jövőre egy donort baleset ér és emiatt kórházba kerül, akkor a biztosító maximum 50 napon át napi 3000 forintot fizet neki. A megállapodás értelmében a világ összes országában és bizonyos extrém sport balesetek esetén is járhat a napi díj. A biztosítási díjat pedig az Országos Vérellátó Szolgálat a donor elismerési keretéből fizeti majd. Az iskolai szünetekben is kapnak majd ebédet a rászoruló gyerekek, és fizetniük sem kell majd érte. Jövőre 208 ezer hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diáknak jár majd napi egyszeri ingyenes étkezés. Ezt mondta szerdán Cibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Hozzátette azt is, hogy eddig pályázniuk kellett az ingyenes étkeztetésre az önkormányzatoknak, jövőre viszont már kötelező lesz gondoskodniuk arról, hogy minden iskolai szünetben kapjanak enni a szegény családok gyerekei. Az étkeztetés költségeit az állam fizeti, ezért az idei 3 milliárd forint helyett rövőre 4,5 milliárd forintot fordítanak erre a költségvetésből. Biztonságosabb lesz a pszichiátria. A jövőben bekamerázzák a kórtermeket, és rácsok kerülnek az ablakokra, melyek törhetetlenek lesznek. Ilyen felújításokat végeznek majd Budapesten a Merényi Gusztáv Kórház pszichiátriai osztályán 40 millió forintból. Az intézményben eddig siralmas állapotok uralkodtak, ráadásul az utóbbi hetekben több tragikus esemény is történt itt. Néhány hete egy beteg leszúrta egyik szobatársát, aki belehalt sérüléseibe, majd pár nappal később az egyik beteg kiugrott az ablakon. A felújítás egy hónap múlva kezdődik és jövő tavaszig tart majd, addig azokat a betegeket, akiknek továbbra is zárt osztályos kezelésre van szükségük, más intézményekbe helyezik át. Rangos díjra jelölték a Saul fia című filmet. A független filmesek legjobb külföldi filmnek járó díjára lehet esélyes a magyar alkotás. 25 éve nem volt magyar film a jelöltek között, utoljára Szabó István Hanuszenje indult, de nem nyert. A díjátadót az Oscar gála előtt egy nappal, február 27-én rendezik majd Santa Monicában. Remélhetőleg másnap az Oscar díj átadáson is izgulhatunk majd a magyar filmért, hazánk ugyanis ezt a filmet jelölte a legjobb idegen nyelvű film kategóriában, de azt még nem lehet tudni, hogy bekerült-e a legjobb öt közé. A Saul fia egyébként eddig nagyon jól szerepelt a fesztiválokon, szinte minden rangos kitüntetést elnyert és a nézők is szeretik. Hazánkban már 90 ezeren látták a mozikban. Felújították Gyergyó alfaluban a Fenek útját. Az út átadását november 24-én tartották a helyi lakosok, Gál Szabolcs polgármester és Borboly Csaba a megyei tanács elnöke jelenlétében. Gál Szabolcs elmondta, hogy az útszakasz felújítását azért tudták kivitelezni, mert a megyei tanács erre külön pénzt különített el. Borboly Csaba reményét fejezte ki, hogy további beruházásokra is sor kerül alfaluban, hiszen ahol a lakosság együtt akarja a fejlődést és a változást, ott megvan a megfelelő akarat és erő a munkára. Komoly fenyegetést jelent az Iszlám Állam, amelyet nem szabad eltűrni és meg kell semmisíteni.
Ezt mondta Barack Obama, amerikai elnök a francia államfővel közösen megtartott sajtótájékoztatóján. A rendkívüli csúcstalálkozót a párizsi terrortámadások miatt tartották. Az amerikai elnök kiemelte, hogy Washington és Párizs között teljes az egység az elkövetők felelősségre vonása és a nemzetbiztonság kérdésében. Mindannyian franciák vagyunk, jelentette ki franciául Obama. A francia elnök hangsúlyozta, hogy a legfőbb cél az iszlám állam elleni harc, amelyben a katonai fellépését fokozó Franciaországhoz és az Egyesült Államokhoz hasonlóan Oroszországnak és Törökországnak részt kell vállalnia. Kiáll Törökország mellett a NATO. Ezt a NATO főtitkár közölte az orosz vadászbombázó lelövése miatt kialakult feszültségek kapcsán. Arra szólították fel az oroszokat és a törököket is, hogy körültekintően járjanak el. Jens Stoltenberg NATO főtitkár közölte, a szövetség is úgy értékelte, hogy az orosz gép megsértette Törökország légterét. Közben az orosz elnöki szóvivő közölte, hogy Moszkva nem tesz katonai válaszlépést Törökország ellen az incidens miatt, de úgy fogalmazott, hogy az esetnek elkerülhetetlen következményei lesznek. Új bankjegye van az Európai Uniónak. Szerdán került forgalomba az új 20 eurós. Kicsit sötétebb színű, mint a korábbi bankjegy, és abban is különbözik a régitől, hogy pamut papírra nyomtatták, és több biztonsági jel került rá. Egy hologramba illesztett ablakban például ott van Európé, a görögök szépséges hercegnője, az arcképe pedig a vízjeleken is megjelenik. Az új 20 eurós az Európé sorozat harmadik címlete. 2013-ban került ugyanis a forgalomba az új 5 eurós, tavaly pedig a 10 eurós bankjegy kapott új köntöst. Már most elkeltek a jegyek II. Erzsébet királynő szülinapi rendezvényeire. A királynő jövő májusban lesz 90 éves, ebből az alkalomból pedig 4 napos parádét rendeznek a tiszteletére. A programokra kedden délelőtt kezdték el árulni a belépőket, és délutánra mindet eladták. Vagyis ők ott lehetnek majd a Windsori kastély parkjában, ahol május 12-től 4 estén át különleges műsorral mutatják be a királynő életútját. A szervezők egyelőre csak annyit árultak el, hogy az 1500 táncos, énekes, zenész és színész lép majd fel. És a műsorban 900 ló is szerepel. A parádé után júniusban minden idők legnagyobb útszabályát rendezik Londonban. Egy 1,5 kilométernyi útszakaszon állítanak majd fel piknikasztalokat, és itt látják vendégül a királynőt ünneplő embereket. Híreink végén arról, hogy hétvégén rendezik meg Budapesten a 12. újbor és sajtfesztivált. A Városligeti Vajdahunyad várban a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban várják azokat, akiket érdekel, hogy hogyan készülnek a finomabbnál finomabb borok és sajtok, melyeket természetesen mindenki megkóstolhat majd. Híreinket látták, ha tehetik, támogassák televíziónk missziós munkáját, hívják adományvonalunkat a 13690-et. Ha hírük, videójuk vagy fotójuk van, osszák meg velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!